További újításokat vezet be a kormány annak érdekében, hogy a hivatalok valóban ügyfélbaráttá váljanak. Most a gyerekes szülőknek kedveznek, hiszen baba, illetve játszósarkokat alakítanak ki a járási hivatalokban. Térségünkben az Aszódi járási hivatal és a Turai kirendeltség gazdagodott játszósarkokkal. A kisgyermekkel érkező szülőknek kialakított kényelmes helyiségrészeket május 10-én adta át dr. Tarnai Richárd kormány megbízott Szebenyi Zsolt hivatalvezetővel. Tarnai Richárd az esemény alkalmából mindkét település hivatalának író- és színezőkészleteket, kifestőket, valamint készségfejlesztő játékokat adományozott. Elhatároztuk, hogy a Pest megyei kormányhivatal minden olyan helyszínén, ahol ügyfelekkel való kapcsolattartás történik, ott létrehozunk vagy egy babaszobát, vagy egy babasarkot, ami azt jelenti, hogy a gyerekeket ott tisztába lehet tenni, ha egész kicsikről van szó, tudnak játszani, színezni, és egyáltalán magukat lekötik. Ráadásul az ügyintéző ki is jön, tehát hogyha az anyuka, apuka itt van a gyerekkel, tudjuk, hogy a gyerek nehezen hagyja el a szülőjét, akkor az ügyintéző jön ide, megbeszélik a dolgokat, leülnek itt egy székre, közben az anyukát, apukát látja a gyerek, és így működik a rendszer. Tehát egy praktikus dolog, ami különösebben pénzbe nem kerül, hiszen maguk az itt dolgozók dobták össze ezeket a játékokat, illetőleg itt Turán polgármester úrnak köszönjük azt, hogy ő maga beszerzett játékokat, beszerzett eszközöket, és a kialakításban maga is részvállalt. Tehát önkéntes adományok, önkéntesen bedobott játékok, eszközök, én magam is hoztam jó pár játékot, így áll össze ez a rendszer, tehát ügyfélbarát ügyintézés, ezt valóban komolyan gondolja a kormányzat, és valóban ezt szeretnénk megvalósítani. Én azt gondolom, hogy jó úton haladunk. A gyerekeket kéne megkérdezni, mert ők tudják legjobban, hogy eddig egy hivatalban nem nagyon jöhettek be, most nem csak, hogy bejöhetnek, hanem még számukra hasznos dolgokat is tudnak csinálni, egy szép képet, egy kártyapartit játékkártyával, vagy pedig tologatják az autókat. Köszönjük szépen a lehetőséget. Illetve még azt szeretném elmondani, hogy magunktól nem csináltuk volna. Ez a közös ötlet, ami tőletek indult a kormányhivatalból, annyira jó, hogy a múlt hét óta, mióta kihelyeztük, a kollégák folyamatosan filmezik a itt lévő, teljesen spontán itt lévő gyermekes szülőkkel, tehát abszolút nem beállított felvételek, ma is 5 gyerek játszott, annyi gyermek játszik itt, hogy nem is gondoltad volna, hogy ilyen sok gyerek van a polgármesteri hivatalban egy délelőtt, és kettőnek már nem jutott hely, úgyhogy majd bővítenünk lesz szükséges, mert rendes közelharcot vívtak, hogy kijöjjön le az asztalhoz, és hát remek felvételek készülnek itt. Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott átadó beszédében hangsúlyozta, hogy a Pest megyei kormányhivatal legfontosabb célkitűzése, hogy a megyében mindenhol az ügyfelek igényeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú működést hozzanak létre a közigazgatás intézményeiben. Az Aszódi járási hivatalban az indulás óta eltelt időben több fejlesztés is történt, valamint a nyitvatartás is ügyfélbarát lett. Az elmúlt időben a járásszékely hivatalában egy kis komfortosításra került sor. Részben felújították az épületet a Pest megyei kormányhivatal jóvoltából. Így mind a titkárság, a szabálysértési ügyintéző, a hivatalvezető elhelyezése kulturált keretek közé került. Dr. Szebenyei Zsolt kiemelten fontosnak tartja, hogy kiépítettek egy jelzőberendezést a járási hivatal bejáratánál, hogy a mozgássérült emberek jelezni tudjanak. Valamint szolgálatba állt egy biztonsági dolgozó is, akinek feladata többi közt a tájékoztatás, a felügyelet, valamint akár a játszósarokban lévő gyerekek felügyelete is. Az épületre, az épület falára elhelyeztettem egy kaputelefont, illetőleg az önkormányzatnak a jelzés nélküli csöngője fölé is egy piktogramot helyeztettem el, hogy egyértelműen meg tudja választani az ügyfél, hogy melyik hivatalba kíván ügyet intézni, a polgármesteri hivatalba vagy a Aszódi járási hivatalba. Az Aszódi járási hivatalban kaputelefonrendszer működik, amely a titkárságon csöng, és amennyiben a mozgáskorlátozott az épületbe a bejutási szándékot jelzi, akkor a kollégáim minden alkalommal kimennek és segítenek a biztonságos bejutásba. További változás az ügyfélfogadási rendben lesz, és ez már május 15-től életbe fog lépni. A megszokott és korábban nagyrészt az önkormányzatoknak az ügyfélfogadási rendjéhez igazodó
félfogadási időpontok átalakulnak. Erre viszont kérem a tisztelt ügyfeleket, hogy a internetes elérhetőségen a kormányhivatal, Pest megyei kormányhivatal portáján tájékozódjanak. A nyitvatartás változása az Aszódi járási hivatalhoz tartozó Turai kirendeltséget is érinteni fogja. További jelentős változás történt a Turai kirendeltségem. A gyámhivatal egy héten két alkalommal tart félfogadást, de a hivatal a járásszékhely épületébe költözött, tehát egy egységként ott található. A félfogadás történik ezen a helyen, a kirendeltségen. A hivatalvezető hozzátette, Turán az ügyfelek részére további segítségként a hónap végén egy ügysegéd érkezik a Gödöllői Munkaügyi Központból, hogy az álláskeresők ezentúl a saját településükön is intézhessék ezzel kapcsolatos ügyeiket. Thank you.